Hivatalosan is elkezdődött a választási kampány Magyarországon. A jelöltek és a jelölő szervezetek reggel elkezdték az ajánlások gyűjtését az európai parlamenti, a helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati választásra. A köztársasági elnök június 9-ére írta ki az önkormányzati és az EP választást. A kampányidőszak 50 nappal korábban, azaz ma indult. A kormánypártok választási manifestumot mutattak be, amelyben az áll, ha így megy tovább, Európa belesodródik a háborúba. Ezért változás kell.